Üdvözöllek, itt Ujjai Szabolcs Zoárd. Ebben a mostani videóban a B12 vitaminról lesz szó, arról, hogy hogyan növeld meg a szintjét a testedben, ha az alacsony. A B12 vitamin hiány jelei a fáradékonyság, az alacsony energiaszint, az érzelmi változások, a sápadbőr, a memóriaromlás, vagy ha például nem tudsz fókuszálni jól a dolgokra. Sokan azt gondolják, hogy csak a vegetáriánosoknál alakul ki a B12 hiány, de a mérések azt mutatják, hogy a lakosság 40%-ának alacsony a B12 szintje. A B12-nek több fontos szerepe is van a szervezetünkben, elengedhetetlen egyes hormonok termelődésénél, létfontosságú a nukleinsavak és ezen keresztül a vörös vérsejtek termelődéséhez, illetve elengedhetetlen a mielin működése szempontjából. A mielin az idegeket körülvevő egyfajta szigetelés, ami ha nem működik megfelelően, megnő a memóriaromlás, a szklerózis multiplex, vagy éppen az érzékelési zavarok kialakulásának kockázata. A B12 hiány alakulhat ki például műtétek esetén is, amikor olyan bélrészeket távolítanak el, amelyek ennek a vitaminnak a felszívódásáért felelősek, illetve olyan bélrendszeri problémák esetén is, mint a kolitisz, az IBS, vagy a Crohn betegség. De a legtöbb embernél azért alakul ki hiány belőle, mert meggyengül a gyomorsav, azaz nem eléggé savas a gyomor. Így ebből következik is az első lépés, amit érdemes meglépni, ha B12 hiány áll fent nálad, megnövelni a gyomorsav erejét, a savasságát, amire a legjobb a szüretlen almaecetrendszeres fogyasztása minden étkezés előtt. Készítettem az almaecetről korábban egy videót, keres rá a keresőben. A gyenge gyomorsav leggyakoribb tünetei a reflux, a felfúvódás, a lassú emésztés, a bélgázok, az allergia, az ételintolerancia. Az alacsony B12 szint folsav hiányt is okozhat, azaz a B9 vitamin szintje is lecsökken, így általában a labor eredményeken együtt mérik őket, és a legtöbbször, ha alacsony a folsavad, alacsony lesz a B12 is. A második, amit kritikus alacsony B12 szint esetén célszerű meglépni, azok a B12 vitamintartalmú étrendkiegészítők fogyasztása, illetve akár B12 tartalmú injekció beadására is lehet szükség. Ha étrendkiegészítőként viszed be, akkor mindig szedjél hozzá B-komplexet is, tehát ami tartalmazza a többi B-vitamint is. Erre a célra a legjobb a természetes források közül a sörélesztő és a méhpempő. A harmadik segítséget a B12 megemeléséhez a marhamáj, illetve a marhahús jelenti, melyből érdemes tiszta húsokat keresni, például biogazdálkodásokból, vagy például szürke marhától származót. A májételek jelentik a legjobb B12 vitamin forrást, a csirkemáj is jó, de a marhamájban van a legtöbb. 100 g marhamáj 34 szeresét tartalmazza a napi javasolt mennyiségnek. A negyedik lépés 4 halfajtának a rendszeres heti többszöri fogyasztása, a tonhal, a szardínia, a lazac és a tengeri makréla, amelyekben jelentősebb B12 van. A halakat nem csak a B12 miatt érdemes fogyasztani, de jó ugye omega-3 források is egyben, melyből hazánkban ugyancsak nagyon keveset viszünk be. Az ötödik, amivel meg tudod emelni a B12 mennyiségét a testedben, az a chlorella alga. A chlorella algából kb. Naponta 3-5 g-ot be kell vinni a B12 vitamin pótlásához, és a legtöbb B12 a természetes úton előállított chlorellában van. Az algáknál fontos beszélni arról, hogy a B12 vitaminnak van egy úgynevezett pseudo formája is, ami szerkezetében azonos a valódi B12 vitaminnal, de funkcióiban, hatásaiban nem. Ez a fajta B12 vitamin van a spirulina algában, a nori algában és a legtöbb egyéb alga félében is. Ha a spirulinát vagy nori algát szedsz, akkor nem ajánlott mellé külön B12 vitamin tartalmú készítményt is szedni, mert ez a pseudo B12 kiszorítja a valódi B12-t, tehát nem fog felszívódni a valódi B12 vitamin. Tehát ha B12 vitamint akarsz pótolni, akkor ne szedd együtt a spirulinát és a chlorellát, hanem csak a chlorella algát fogyaszd. A hatodik a tejtermékek, a nyers tej, a túró és a fetasajt, illetve a tojás.
A feta sajtból a kecske, illetve jutejből készültet választ, és nem azt, ami tehén tejből készült, tehát nézd meg a címkét, mielőtt vásárolsz, hogy milyen tejből van a termék. Tehén tej esetén pedig a nyers tejet választ, és egyél gyakran tojást is, ha alacsony a B12 szinted. A hetedik lépés, amivel a B12 szintet meg tudod emelni a szervezetedben, az a bélrendszernek a rendbetétele. Ugye az első lépésben említettem, hogy fontos, hogy a gyomor savas legyen, tehát ha B12 vitamin hiány áll fenn nálad, nagy az esély rá, hogy a gyomorsavad nem elég erős, de ezen túlmenően segíthet például egy jobb minőségű probiotikus készítmény is azon, hogy a B12 jobban felszívódjon az emésztőrendszeredben. Tehát érdemes probiotikumot is szedni. Illetve ajánlott a gyulladásokat növelő ételeket, tehát glutént, finomított szénhidrátokat, stb. Visszaszorítani a táplálkozásodban, hogy a gyomor és a bélrendszer regenerálódni tudjon. Helyettük egyél nyers zöldségeket, gyümölcsöt, sok zöldszínű zöldséget és magas enzim tartalmú ételeket, például ananászt, papaját. A nyolcadik lépésben az esetlegesen szedett gyógyszerekre is oda kell figyelni. Befolyásolják és elsősorban csökkentik a B12 felszívódását a cukorbetegek által szedett metformin tartalmú gyógyszerek, a gyomorégés elleni gyógyszerek, egyes antibiotikumok, a fogamzásgátlók, de másfajta gyógyszereknek is lehet hatása a B12 felszívódására. Tehát ha szedsz gyógyszereket, akkor kérdezd rá az orvosnál, hogy nem-e valamelyik csökkenti a felszívódását, és kérdezd rá a megoldásra is, hogy akkor mégis hogyan tudod pótolni a B12-t. A kilencedik és egyben utolsó lépésben javasolt az alkohol teljes kizárás, amivel már kevés alkohol hatására is csökken a B12 szintje, tehát nem is kell sokat inni, már heti pár pohár bornak is lehet akár komoly B12 csökkentő hatása. Tehát ha B12 hiány áll fenn nálad, érdemes teljesen elhagyni az alkoholt egy időre. Összefoglalva még egyszer a 9 legjobb B12 szint növelő megoldást: a gyomorsavasát étele, azaz megerősíteni a gyomorsav erejét almaecettel, B12 vitamint pótolni étrendkiegészítővel, súlyos esetben B12 injekcióval, a harmadik a marhamáj és a marhahús, a negyedik a halételek közül a tonhal, szardinia, lazac és a tengeri makréla, az ötödik a klorella alga, a hatodik a tiszta tejtermékek és a tojás, a hetedik a bélrendszer rendbetétele, a nyolcadik a gyógyszerek mellékhatásainak csökkentése, és a kilencedik az alkohol kizárása. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha még nem jártál a webshopomban, itt jobb felül megtalálod a linkjét, nézd be oda is. Amennyiben vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, ha pedig értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!